Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne is, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiába. Ezek az evangélium igényi. Krisztusban szeretett testvéreim, mélységes és aktuális jelentősége van mindannak, amit hallottunk a szent iratokból. A napi hírek, politikai, gazdasági, egészségügyi újdonságot, vagy maga az időjárás tűnik aktuálisnak. Vagyis annak a jelen való valóságnak, és ez részben így is van igaz. Ez még nem lenne baj. De lassan kialakul bennünk, ha nem elmélkedünk, ha nem vonulunk vissza naponta, mindegyikünkbe kialakulhat az a meggyőződés, hogy alapvetően és lényegében ezekből áll a mi életünk. Az aktuális üzenetek leszállnak a szívünk mélyére, ha nem vigyázunk, és kimondatlanul függővé tesznek bennünket mindattól, ami hír, ami aktuális, ami esemény. És milyen érdekes, úgy tűnik, hogy Isten üzenete viszont olyan távoli, elvont, miközben az élethez. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, néha az a benyomásunk, hogy igaz és jól van, de Istenem, nekem annyi más teendőm van. Mi köze ennek a szövegnek a mindennapi élethez? Az, hogy a testünkön van egy seb, hogy fogat kell húzatnom, mondjuk, vagy hogy meg kell csinálni egy jó ebédet, vagy valami nagyon nagy örömi hír ért. Hát ezek olyan reálisak. Azt hiszem, hogy az ige hirdetőnek és az ige hallgatónak elsődleges feladata pontosan annak kimutatása, hogy az Isten szava az igazi életünk, az mutatja meg az életünk lényegét, és mindaz, ami úgy tűnik, hogy az életünk lényege, az pedig igazában messze a lényegtől van, csak attól világosulhat meg. Itt elszóltam magamat, hogy ige hirdető és ige hallgató. Az nincs külön. Az a jó ige hirdető, aki előbb ige hallgató. És te nem vagy igazán ige hallgatója, ha nem leszel a hirdetője. Ezek nem elvont, úgymond filozófálgató szövegek, amelyek meghallgatását néha elszenvedjük, mert az eszünk másút jár, azokon a mindennapi eseményeken, amelyek oly kézzelfogható, például a szerelmes fiú meg a lány délután találkozik, és arra gondol, vagy arra a háziasszony, hogy este vendégek jönnek. Na most nézzük csak meg ezeket a szövegeket. Mózes miután elpusztította az aranyborjút, másnap korán reggel elindult a Sína hegyére, vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr parancsolta, akkor az Úr leereszkedett a felhőbe, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Három mozzanat van. Az aranyborjú elpusztítása, a kőtáblák hordozása az Úr parancsára, és a felhőben leereszkedő Úrral való találkozás. Az aranyborjú elpusztítása. Mózes sokáig időzött a hegyen,
és a népnek mindig valami fogható kell. Olyan, amit megveszünk a boltban, vagy amit alakítunk. És ezért csináltak aranyból egy borjút, és elébe álltak, és azt mondták, te szabadítottál meg minket. Mert az ember olyan lény, hogy meg akar kapaszkodni valamibe. Igen, az állatok megkapaszkodnak azzal, hogy léteznek, biológiailag meg vannak kapaszkodva. Fogantatásuk pillanatában. Az ember szabad és értelmes lény, tehát végső kapaszkodója csak egy végtelenül értelmes és szabad valaki lehet. Márpedig hány millió ember nem abban az értelmes valakibe kapaszkodik, hanem mindig valamibe. Mert az olyan reálisnak tűnik. Nem, végleg nem lehet megkapaszkodni. Kecskeméti piarista diákoknak hívtak meg prédikálni Kalazanci Szent József ünnepén, és én arra merészkedtem, hogy arra buzdítottam a fiúkat, ha kibicsaklik a keresztény hitetek, összeütköztek egy tanárral, stb., akkor, és arra gondoltok, hogy hátat fordítotok a katolikus egyháznak, akkor egyet kérek, semmiféle vallásba ne lépjetek át, ne meneküljetek a zen buddhizmusba, se ezoterikus irányzatokba, hanem legyetek ateisták. Keményen ateisták. Megalkuvás nélküli ateisták. Ezt elég ravasz voltam, amikor mondtam, mert ateistának nem lehet sokáig lenni. Az intelligensebb ember, kimondva vagy kimondatlan, körülbelül 3-4 másodperc múlva nem ateista lesz, hanem materialista. Ezt a világot földíszíti az isteni tulajdonságokkal. Rögtön azt gondolja, hogy akkor ez az univerzum, ez a csillagvilág öröktől való, mindenható és mindentudó. Ateistának nem lehet lenni. 3-4 másodperc, de intelligens, akkor még rövidebb idő alatt, rögtön panteista lesz. Ezt az anyagi világot imádja. Tehát a szabadságot az hozta létre, ami nem rendelkezik szabadsággal. Hát akkor a szabadság nem is szabadság. A szeretetet kitermelte az anyag, az állatvilágból jött. Akkor nem is szeretet. És az értelmet az értelem nélküli sárga föld termelte ki. Akkor viszont nincs értelme az értelemnek. Amellett, hogy ez súlyosan logikátlan, még bálványimádás is. Na ez az az aranyborjú. Te mentettél meg minket, nagy természet. Te termeltél ki minket, csillagvilág. Te vagy, ami megmentünk, te nagy mindenség. Ezért lett a marxista ateizmus materialistává. Ez egy szégyenlős, panteista, világot imádó vallás. Ezért, aki eddig ateista volt, úgymond nem volt az. A világot imádta. Az most áttér ezoterikára. Asztal táncoltatás, horoszkóp, minden baromság. Nem tért meg. Az ugyanaz, csak egy kicsit izgatóbb. Igen. Erre mondja a zsoltáros, és akkor a modern liberális ember úgy megbotránkozik, hogy ezeknek a bálványoknak legyen az bármi, ami Isten itt az ember, de nem Isten. Szájuk vagyon, de nem szólnak, fülük vagyon, de nem hallanak. Szemük vagyon, de nem látnak, lábuk vagyon, de nem járnak. Legyenek hasonlóvá hozzák, akik azokat csinálják. Hú, ilyen átkot mondani. Az Ószövetségben nincs átok. Amikor azt mondja, hogy legyenek olyanokká, akkor kijelenti azt, hogy olyanokká lesztek. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Hát nem külön büntetés, hanem olyanok lesznek, mint az istenei. Némák, értelmetlenek. Amilyen az istened, olyan vagy te. Mindenkinek van istene. Csak egyeseknek az anyagi, vagy a testi gyönyör önmagából, kiszakítva szeretetből. Vagy egy megalomániás őrült, hogy ő nem tudom milyen költő, meg zseni.
a saját tulajdonságait imádja. Mert testvérek, van egy Istenbe kapaszkodó, hatalmas nagy tapadó korongunk. Ha azt elvágjuk, akkor az a tapadó korong rácsapódik például ilyenre, hogy alkohol, vagy kábítószer, és mindent odaad érte. Vigyázzunk, a bálványistenek mindent kérnek, és semmit se adnak. Van ennél aktuálisabb tanítás? Az ember számára az anyag nem végső valóság, de alapvető valóság. Az igaz Istenből is lehet persze bálványt csinálni. Igen, ha nem jutunk el a Szent Háromságig. Vagy olyan keresztények, akik olyan ostobák, annyira nem tudják a hitüket, hogy úgy külön szedik az Atya Istent, az valahol az égbe van. Ez a Jézus, ez olyan félisten, ki tudja mi, Betlehembe született, kivégkézték, általában föltámadt. A Szentlélektől még kevesebbet, ez őrület. Szétszedték a Szent Háromságot. Hát akkor ki előtt vannak? Hihetetlen. Testvérek, mindennapi feladat, a kisebb-nagyobb aranyborjukat, amit bukott természetünk naponta alkot, elpusztítani. Ehhez idő kell, intelligencia kell, de mindig felszabadulás. Mindig öröm. A másik lényeges mozdulat, hogy Mózes az Úr parancsára magával hordozza a tíz parancsolatot. Mit jelent ez? A tíz parancsolatnak nem a tartalma az újdonság, hanem valami más. Hát gondoljunk most ebből az első megalapításra. A tíz parancsolatnak nem a tartalma az újdonság. Hammurábi oszlopain, messze Mózes előtt, nagyjából ott van a tíz parancsolat. Ezt egyesek felhasználták a kereszténység ellen. Ja, hát akkor nem Mózes kapta. Nem. Mózes mást kapott. Az Úr kinyilatkoztatta magát, de ezt most hagyjuk. Valaki egy keresztény férfiaknak tartott lelki gyakorlat férjét, és kiosztott nekik üres lapot, katolikus fiúknak, 20-30 éveseknek, írjátok le tíz parancsolatot. Nem tudták. Izzadtak, szégyelték magukat. Na jó, hát ez kudarc volt, most összeszedjük. Kiosztott nekik más lapot, most pedig írjátok le, hogy milyen világot szeretnétek. És kitalálták a tíz parancsolatot. Olyanban, amikor mindenki tiszteli a másikat, amikor nem ölnek és nem gyilkolnak. Amikor a házasságok boldogok és együtt maradnak férj és feleség. Amikor nem hazudnak végre. Amikor nem lopják el a vagyonunkat meg a hírnevünket. Aha, ez azt jelentette, hogy a lelkiismeretbe bele van már írva azt, amit Mózes a kőtáblára kellett, hogy írjon. Akkor mi az újdonság Mózesnél? Az, hogy ki az, aki ott belül szól nekünk, mert az valaki. Sokszor mondtam, nem tudom, hogy megcsináltátok-e. Egy rossz napon, amikor azért elkövettünk hibákat. Este csendben maradsz, és valaki azt mondja, hogy tudod, hogy hazudtál feleségednek. Tudod, hogy megsértetted a férjedet. Ki ez? És nem lehet előle menekülni. Nincs appelláta. Nem tudjuk, ki ez. Mózesnek bemutatkozott. Én vagyok a te teremtőd. A te megszabadítod. Én vagyok a te Istened. Hát ez az újdonság. És Jézus Krisztus, amikor eljön, semmi olyan nem tanít, ami a lelkiismeret ellen lenne, sőt a lelkiismeretet világosítja meg. Ő az, aki megvilágosít minden a világra jövő embert, nem csak a katolikusokat, nem csak a keresztényeket. A nagy dolog nem az, hogy van tíz parancsolat, hát az tönkre is tehet bennünket, mert nem tudjuk mind betartani. Azt mondja az Úr, és aki haragot tart, az már gyilkos. Az csak lemér bennünket, hanem most bemutatkozik. Izrael, én vagyok a te édes Istened. Én alkottalak téged. Ne félj, megszabadítalak téged. Hát ez az újdonság. Ezt jelenti,
hogy az Úr megparancsolta, hogy hordozza a 10 parancsolatot. Tehát, testvérek, Isten nélkül nincs erkölcs. Na most olyan világot élünk, hogy a gondolkodó embernek egyszerűen napi bizonyítékai vannak, hogy Jézus Krisztusnak van igaza. Például a liberális erkölcs, amit meg akarnak alkotni, mert nem lehet úgy élni, hogy ne legyenek szabályok. Az degradálódik jogi szabályokká. Igen, és akkor mi lesz? Jogszerű volt, de nem erkölcsös. Aha! Akkor lehet valami erkölcstelen és jogszerű. Milliárdos végkielégítés annak, aki mondjuk egy évig volt bizonyos vállalat élén. És nem lehet tőle elperelni. Te meg öt gyereket nevelsz, és küszködsz minden, és mikor lesz végkielégítés? Hát majd a mennyországba. Jaj, nektek gazdagok! Egyszerűen szeretnénk szabályozni az életet, és akkor az erkölcsből csak jog lesz. És a joggal pedig vissza lehet élni. Jó, hogy van jogrendszer, de önmagában nem áll meg. Mögötte kell lenni az erkölcsnek, de az erkölcs nem áll meg magába, egy szerető, teremtő, megváltó, jóságos Isten nélkül. Ezért mondta, hogy gyere fel a hegyre, és ez a harmadik. Az Úr leereszkedett a felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Leereszkedett az Úr. Hát ez csak egy időleges leereszkedés volt. De ha igazán szeret az Isten, akkor hogy lehet, hogy leereszkedik, majd visszamegy? Nem. Elküldte az ő egyszülött fiát, aki valóban leereszkedett és lent is maradt. A színeváltozás hegyén az atya szózata hallatszott, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, már ne a 10 parancsolatot, az érvényben van. De én egy új világot adok nektek, őt hallgassátok, aki kimondja, hogy Isten szeret benneteket, és aki megtanít szeretni. És a színeváltozás egyén a Szentlélek már az Úr Jézusnak a föltámadott testét mutatja meg. És fényes felhő takarta el őket. És amikor lementek a hegyről, haláláról és föltámadásáról beszélt neki. Hát ez a leereszkedése az Istennek. Jean Corbon mondja, egy francia teológus, ha Isten elgondolta, hogy leszáll ide a teremtésbe, de nem lesz emberré, és nem hal meg, akkor kigunyolt minket. Jó neki. Külön van az Isten, külön az ember, néha úgy meglátogat minket. Ezért minden vallás és minden filozófia próbálja elterelni a figyelmet a halálról. A kereszténység meg nem. Ezért tartják morbidnak, utálatosnak, hogy mindig az a halál, meg mit foglalkoztok ezzel? Imádkozzál életünk most és halálunk óráján. Milyen gyászos ez a katolikus egyház, mert nem értik meg. Nem a halálról van szó, hanem az, hogy az Isten idáig leereszkedett. Hogy velem van a halálba. A halálban meg fogjuk tapasztalni, hogy ott van, nincs halál. Átmenet van. És dicsőségesen föltámadt. Tehát legyőzte a halált. Nem jött vissza, mert akkor megint meg kellett volna halnia, hanem előre vitte a mi testünket. Olyan szép volt a pécsi dómnak az énekkara, énekelte húsvét pünköst hétfőjén, Ave Verum Corpus Natum. Üdvözlégy Szűz Máriától született szentest, aki feláldoztattál in cruce a kereszten. És legyél majd a halálunkban a vigasztalásunk. És a két legmagasabb hang, na most itt van a vallási zseni, in cruce, in mortis nostri. Megértette, hogy a két legnagyobb csúcspont az ő kereszten való halála és a mi halálunk az összetartozik. Minden szentmise leereszkedés. Mégpedig nem úgy, hogy fényes felhőbe, és aztán visszamegy az Isten,
hanem halálában van jelen Krisztus, az ő áldozatában. Ebbe az Istenben megkapaszkodhat az ember. Mert ez az, akiről Jézus mondja Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát, vagyis önmagát adta oda érte. Ahogy Szent Pál köszönti a híveket a mai Szent Leckében, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez a mindennapi valóság, amely mindent hordoz, amely mindent lemér. Ennek nagyobb aktualitása van, mint a napi híreknek. A hitnek ezt a munkáját kell naponta elvégeznünk, mert szörnyű hírek is érhetnek minket. Megöregszünk, meghalunk, betegek vagyunk. És nem szabad, hogy a betegség és a halál maga alá gyúrja Krisztust, aki legyőzte a mi halálunkat. Hanem a Krisztusba vetett reménység alá kell gyúrni a halált, a szenvedést. És akkor erőt veszünk rajta, ahogy Szent Ferenc atyánk egyszer fölkiáltott, Istenem, mikor leszünk már ilyen éles látású katolikus keresztények? Milyen jó, hogy ilyen atyánk van a mennyben. Milyen jó, hogy ilyen testvérünk van, mint az Úr Jézus. És milyen jó, hogy ilyen jegyesünk van, mint a Szentlélek. Amen.